Köszöntöm kedves nézőinket! A Mosonmagyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Híreink röviden. Lakossági fórum. Bajnai Gordon volt az MSZP vendége. Pályázott diákoknak. Milyen legyen a környezetbarát iskola? Időskori vigalom. Kistérségi nyugdíjas találkozó a Flashben. Együtt 2014 Hogyan tovább Magyarország címmel lakossági fórumot tartott az MSZP Mosonmagyaróvár és környéke szervezetének meghívására Bajnai Gordon volt miniszterelnök hétfő este az irodaházban. Összefogásra, 25 évre előretekintő programra is legalább 2,5 millió támogatóra van szükség a jelenlegi kormány és az azt körülvevő rezsim leváltásához a 2014-es választásokon, fogalmazott a Haza és Haladás Egyesület elnöke országjáró körútjának Mosonmagyaróvári állomásán. A Mosonmagyaróvári Lakossági Fórumon megtartott beszédének bevezetőjében Bajnai Gordon kifejtette, hogy a 2014-es választásokon nem az a kérdés, hogy a baloldal győzi-e le a jobboldalt vagy viszont, hanem az, hogyan léphet az ország a felemelkedés útjára. A problémák gyökerét az ország megosztottságában látja. Ez az ország nem tud előre menni, hogyha ez a megosztottság fönnmarad. Hogyha a magyar társadalomban balország és jobbország vívja állandóan a küzdelmét, hogyha nincs a társadalomnak politikai értelemben közepe, hogyha valamire pozitívan gondolok, akkor rögtön valami másra negatívan kell gondolnom, hogyha elleneznem kell mindig a másikat, ha örökösen politikai harcban kell élnünk, akkor ez az ország erejét a politikai harc viszi el, és nem az előrejutásért folytatott küzdelem. Magyarország akkor tud előre menni, hogyha ennek a politikai harcnak véget vetünk, ehhez pedig az kell, hogy újra legyen erős közép Magyarország. Legyen egy olyan politikai közép, amelynek lehet, hogy van bal és jobb oldala, amely akár vitatkozik is egymással azonban, hogy hogyan kell eljutni a közös céljainkhoz, de azt nem kérdőjelezi meg, hogy a másiknak is joga van élni. Bajnai Gordon szerint az a tétje a 2014-es választásnak, hogy összetudnak-e fogni legalább 2,5 millió embert, hogy legyen ereje a mérsékelt magatartásnak a szélsőséggel szemben. Szükség van összefogásra. Van remény, ha van összefogás. Ehhez pedig azoknak, akik most egymáshoz sokszor közel állva, a közelállókban több különbözőséget látnak, mint a távolállókban, azoknak össze kell tudni fogni. Meg kell találnunk azokat az új közös nevezőket, amelyek Magyarországot ismét jó pályára vihetik. Haza, haladás, szolidaritás és Európa. Ez a négy dolog, ebben azt hiszem, hogy nagyon hosszú távra meg kellene egyezni. Mi egyszer már megmutattuk magunknak, hogy képesek vagyunk rá. 1990-től kezdve Magyarország volt a térségvezető ország. Egészen addig, amíg ez az élesen megosztó politika el nem kezdődött, amíg a társadalmat középen ketté nem szakította. Olyan programot kell csinálnunk, amely helyreállítja a szolidaritást, amely újra visszateszi Magyarországot a haladás irányába, amely újra azt mondja mindenkinek, aki az olimpián a magyaroknak szurkol, hogy te magyar vagy, és ez a magyarság erősebb, mint az, hogy jobb vagy baloldaliak vagyunk. És egy olyan politika kell, amely világosan kimondja Magyarország érdeke, hogy az érdeke, nemzeti érdeke, hogy az Európai Unió belül keresse a boldogulását. Összefogás kell az ellenzék baloldali képviselői között, szükség van benne a reménykedő baloldaliakra, a csalódott jobboldaliakra, elárvult liberálisokra, a bizakodó zöldekre, nagyon sok olyan szavazóra, aki ma sehova nem sorolja magát, mondta Bajnai Gordon. A Mosonmagyaróvári nagytérségi települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése elnevezésű, az új Széchenyi terv támogatásával megvalósuló projekt keretében pályázatot írtak ki általános és középiskolás osztályoknak. A környezetbarát iskola elnevezésű felhívásban rövid szöveges összefoglalóval és szabadon választott technikával készített képpel lehet részt venni. A rekultivációt követően további fontos feladatot valósít meg a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás. Az Unió és a központi költségvetés által közel 3 milliárd forinttal támogatott szilárd hulladékgazdálkodási rendszer meghatározó eleme, hogy a lakosság hulladékkezeléssel, elhelyezéssel kapcsolatos szemléletét is formálják. Ezt a szemléletformálást szeretnénk óvodáknál, általános iskoláknál, tehát a gyermekeknél kezdeni. Ez a szemléletformálás arról szól, hogy őket játékosan és egyéb módon bevonjuk abba, hogy a hulladék gazdálkodás ezen keresztül a környezetvédelem kérdéseiről nyilatkoztassuk, beszélgessünk róla,
illetőleg a véleményüket kikérve bevonjuk őket ebbe az egész folyamatba. A pályázatokra osztályokat vagy az ő megbízásukból csoportokat várnak, akik legfeljebb 4 oldalban szöveges módon fejtik ki, milyen számukra az ideális környezetbarát iskola. Emellé maximum A3-as méretben egy szabadkezű rajzot, festményt vagy fényképet kell mellékelni. Korcsoportonként több díjat ajánlunk fel, illetőleg hát szponzorokat is keresünk majd addig még hozzá, hogy a díjazottak köre egyre bővülhessen. Azt hiszem, hogy ennek a programnak mindig az volt az egyik nagy vonzere, hogy elég értékes díjakra lehetett pályázni, illetőleg hát segítjük a távollevő iskolákat abban, hogy eljussanak a megfelelő helyszínekre, a tanárnéniket, hogy a felkészülés vonatkozásában minden anyagot megkapjanak, tehát nincsenek magukra hagyva, ezt általában el is szokták azzal ismerni, nagyon szép számmal neveznek, és vannak jelen a programjainkon. A pályázatban bemutatandó témakörök között szerepel a környezetbarát hulladékgyűjtés, az alternatív energiaforrások, a természetes anyagból készült termékek, a környezetbarát közlekedés, taneszközök, épületek. A Keopos projektek kapcsán, tehát kimondottan a környezetvédelme, tudatos projektek kapcsán, ugye ezt már Európából hozzuk, és Magyarországon terjesztjük ezeket a technikákat. Tényleg ez a tapasztalat, hogy a gyermekeken keresztül nagyon könnyen és gyorsan el lehet jutni a felnőttekhez. 3 határidőt érdemes megjegyezni. Az előzetes regisztráció e-mailben történik december 15-éig. A pályázatokat február 15-éig kell eljuttatni a képernyőn látható címre. Az eredményhirdetést pedig a Vízvilág napján március 21-én tartják majd Dunakilitin, ahová a díjazott osztályok képviseletében 4 fős delegációt várnak a szervezők, míg az egész osztály belépőjegyet nyer a Futurába. Zenés, táncos és színházi produkciókkal kedveskedtek egymásnak a kistérségi nyugdíjas klubok tagjai szerda délután a Flesch Károly Kulturális Központban. Évente többször is összegyűlnek a szépkorúak, hogy magukat és egymást szórakoztassák vidám produkciókkal. A színpadon is és a nézőtéren is a jó hangulaté volt a főszerep. Vidám műsoros délutánnal készültek egymás szórakoztatására a városi és környékbeli nyugdíjas klubok. A Kistérségi Nyugdíjas Egyesület által szervezett találkozón táncos, zenés és színházi előadásokat is színre vittek a világot jelentő deszkákon. Azért tartom ezt fontosnak, mert a Kistérségi Nyugdíjas Egyesülethöz 25 település tartozik, és az Óvári 3 klub, tehát az 28 klubot, illetve egyesületet foglal össze, és ezek közül vannak olyan klubok, legalább 15-16, aki szívesen szerepel. A találkozót Iváncsics János alpolgármester nyitotta meg. Az alpolgármester beszédében elmondta, hogy minden nyugdíjas összejövetelen úgy érzi, mintha fiatalok között lenne. Ez pedig az energiának és vidámságnak köszönheti, amely a résztvevőkből árad. A klubtagok idén is sokat készültek a fellépésre. Mi hagyományozók vagyunk elsősorban, és a régi halászi hagyományokat, szokásokat, életképeket jelenítünk meg, itt ezúttal is, a régi utcán, ami történt, egy valóságos szokás alapján, amikor a katonákat elszállásolták, közösen összefogva, hogy ne egy családot terheljen, és közösen főztek a katonáknak, közösen adtak szállást nekik. Ez nagyon fontos, egymást is megismerjük, a környékbeli nyugdíjasokat, és hát mindegyik a kultúrát terjeszti, legalábbis eddig tapasztalat alapján, igen. Ezt látjuk. A mai találkozóra a Mária Kálnoki dalkör jött. Népdalokkal, kánonokkal fogunk ma föllépni. Egyébként az egyesületünknek vannak különböző kultúrcsoportjai, néptánc, színjátszókör és egyéb. Most a dalkör fog szerepelni. Ez a találkozó is a vidámság jegyében telt. Mind a nézők, mind a szereplők élvezték a produkciókat. A fellépők jutalma ezúttal a sikert jelentő taps volt, valamint a nézőtérről felharsanó kacagás. Az elmúlt héten 3-szor vonultak a Mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltóegységek. Egy alkalommal balesethez, 2-szer pedig tűzesethez. 2012. november 8-án a műveletirányítási ügyeletre érkezett a jelzés, mely szerint a Mosonmagyaróvári Karolina kórházban
a második emeleten elektromos zárlatból kifolyólag füstöt érzékelnek. A riasztási fokozatot a főügyeletes hármas kiemeltben határozta meg a tűzoltási és műszaki mentési terv alapján. Ennek megfelelően a Moson-Magyaróvári hivatásos tűzoltóegységek vonultak a helyszínre két gépjármű fecskendővel, a magasból mentőszerrel, valamint riasztották a győri, csornai hivatásos tűzoltóegységeket és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot. Az ügyeletes karbantartó a helyszínen várta a kiérkező egységeket, az eset az alépület második emeletén történt. A tűzoltók a helyszín átvizsgálása során megállapították, hogy tűzoltói beavatkozásra nincs szükség. A kórtermeket és a betegeket nem veszélyeztette a tűz, a betegek kitelepítésére nem volt szükség. November 9-én 5 óra 42-kor érkezett a jelzés Moson-Magyaróvár Zsilip utcához, ahol a jelzés szerint egy tehergépkocsi ég. A kárhelyen egy tehergépkocsi motortere égett, az egységek vízsugárral a beavatkozást végrehajtották. A szokásoknak megfelelően az őzikés óvoda sem maradt ki a mártonnapi megemlékezésből. Ez az év rendhagyó volt, hiszen idén először kiscsoportosok adtak műsort felsőbb csoportos társaiknak. Az ünnepségen az ajándékozás örömét is átélhették a kicsik, egy süteményt kellett ugyanis megosztaniuk szüleikkel, ahogyan Márton is megosztotta köpenyét a koldussal. Másfél évtizede minden évben, így idén is versekkel, énekekkel és lampionos felvonulással készültek az őzik és óvoda kisgyermekei a Szent Márton napra. Ez alkalommal azonban kis változással. Először fordult elő ugyanis, hogy az intézmény legkisebb képviselői álltak nagyobb társaik elé a műsorral. Lampionokat készítünk közösen, akkor Mártonról, illetve a róla szóló történeteket meséljük el a gyerekeknek, ludakról, mert ugye az is kapcsolódik a Márton naphoz, szóló énekeket, körjátékokat játszunk, és ebben az évben először kis csoportosokkal fogunk műsort adni, úgyhogy a mókusos kis csoport fog szerepelni. Az óvodások megtanulták Szent Márton életét, sőt, ki is próbálhatták magukat, mint jótevők. A gyerekek a műsor végén kapnak süteményt, és ezt a süteményt el kell osztaniuk az édesanyjukkal, vagy az édesapjukkal, mert hogy ennek az ünnepnek az a szimbóluma, hogy osztozunk, mert Márton is megfelezte a köntösét a fázodi dergő koldussal. A szervező óvónő hozzátette, a gyermekek számára a legizgalmasabb mindig a felvonulás a saját készítésű lampionokkal. Nagyon sok hagyományt vettünk föl már évekkel ezelőtt, és ezeket minden évben, és legfőképpen azokra törekszünk, hogy olyan hagyományok legyenek, amikbe belevonhatjuk a szülőket is. És ez sokkal szívmelengetőbb a szülőknek is, meg a gyerekeknek is, amikor teljesen közösen az egész óvoda közössége szülőstől, gyerekestől vesz részt ezekben a hagyományokban, programokban, műsorokban. Az óvodapedagógus szerint nagyon fontos a hagyományőrzés, mert minden Szent Mártonhoz hasonló történetnek sok a mondani valója. Éppen ezért igyekeznek minél többet átadni a gyermekeknek a hétköznapokban is. Szent Márton hóban lovagolt, lovaszélné így gyorsabb volt. Szent Márton lovagolt, vígan meleg köpenybe bútoltan. A hóban kórus vacogott, nem viselt más citvány rongyot. Ó, légy a segítségemre, vagy megvész Isten hidege. Kedves nézőink! A Moson-Magyaróvári Városi Televízió híradóját látták. A mai hírháttérben Tolna József, a Városi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke lesz a vendégünk. Ugyanis a Moson-Magyaróvári Gradisztjai Horvátok Egyesületének énekkara a hétvégén egy rangos fesztiválon ért el kitűnő eredményt. Ma este még heti hír összefoglalónk ismétlését láthatják. Friss híradóval pedig november 14-én szerdán jelentkezünk legközelebb. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!